A korábbi évek gyakorlatával ellentétben idén minden körzet egységesen 12,5 millió forintot fordíthatott járdaépítésre és felújításra a város költségvetéséből. Ennek köszönhetően szeptember végéig 29 utcában szépülhettek meg a gyalogutak mintegy 106 millió forintos keretből. Augusztus-szeptemberben került megvalósítása a járdaprogram az én körzetembe. Ez mondjuk három utcát érintett. Az egyik volt a Bolygó utcától a Vásárhelyi utcáig a Baross utcának a páratlan oldala, a másik volt a Kürt utcának a Kossuth és Kávárja közötti szakasza, szintén a páratlan oldal, és a harmadik pedig a Szerecsen utca, Ady Endre és Holló utca közötti szakaszán került térkőjárda kialakításra. Kovács Sándor, az egyes számú választókerület képviselője hozzátette, mindemellett a startmunkaprogram keretében további járdaszakaszok újulhattak meg. A körzetben és környékében élő makúiak örömmel fogadták a rekonstrukciós munkákat, hiszen akadtak olyan utcák is, amelyekre már nagyon ráfért a felújítás, de bíznak a program folytatásában. Tökéletesen jónak találom ezt a járda projektet, mivel régóta ez a munkás vertántelep régóta vajúdik ezzel az ügyjel, és utóbbi 5-10 évben ez rendbe lett téve. Meg folyamatában rendbe lesz téve. Nagyon jó, a főtére, amikor járunk, sokkal könnyebb, nem kell figyelnünk az autókra, az autók is könnyebben közlekednek tőlünk. Nagyon jó, gyógyszert íratunk, patikába, főtére, nagyon hasznos, nagyon jó. Szerintem hasznos dolog, csak jó, hogyha mindenütt ez volna. Minden utcában, nem csak egy bizonyos helyeken. Jól megcsinálták. Úgyhogy egy oldalt csinálták, a másik oldalt nem csinálták meg, az még gondolom folyamatban van. A körzetben a járdaprogram mellett számos nagyobb beruházás is megvalósult már, így az országzászló újraállítása, a II. Világháborús emlékmű felújítása, az Almás iskola tornatermének korszerűsítése, sőt a Petőfi Parkban mozgáskorlátozott gyerekek részére játszóteret is létesítettek. Mint arról nemrégiben beszámoltunk, november elején pedig ebben a választókerületben megkezdték a Makói Levéltár új épületének felújítását is, mely várhatóan jövő tavasszal készül el.